És nem titkolt célja volt ennek egyébként, hogy az önkormányzatok mutassák meg, hogy mire képesek, és ma már ez a mozgalom, mert több mint 6000 városról, kisvárosról van szó, hogy ez a mozgalom által felhatalmazza a városokat az energiagazdálkodásra. Tehát megmutassa az EU-nak és a kormányoknak is, tehát a nemzeti kormányoknak, hogy igenis mire képesek vagyunk mi városok, és adjatok nekünk hatalmat, illetve pénzt gazdálkodni az erőforrásainkkal, helyi erőforrásainkkal. Tehát ma azt mondhatjuk, hogy a Covenant egy olyan meghatározó tényező lett az EU-ban, amelyre már az EU-s energiapolitika is utal, és ezáltal nem csak többlet finanszírozási programok épülnek erre a programra, hanem ugye a 2030-as célokban is bemutatkozik, hogy igen, az önkormányzatok bevonásával az EU képes lesz ezeket megvalósítani. Bár vannak mindig szkeptikusok, ezt tudjuk. Mindazonáltal mit adhat ez a kisvárosoknak, közepes városoknak? Ez egy szisztematikus energiagazdálkodásnak a bevezetése, lényegében egy távlati energia céllal, ahol gyakorlatilag ami áthathatja a minden egyes, beszéltünk arról, hogy az horizontális, tehát minden egyes területét az önkormányzatnak a pénzügyektől kezdve a szociális gazdálkodásnak. Tehát ez egyfajta szemlélet kialakítása, egy helyi fenntartható, nem csak energiagazdálkodás, ez minden érintő fenntartható szemlélet kialakítása. És ez kisvárosoknál különösen van lehetőség a Covenantban, hogy egymással együttműködve, tehát akár egy-egy kistérség önkormányzatainak együttműködésével, sokan kistérségileg csatlakoznak 20-30 önkormányzat, illetve a testvérvárosi kapcsolataikban, most itt ülünk, francia-német önkormányzatokkal, osztrák önkormányzatokkal és testvérvárosokkal együttműködve, ugye a kulturális kapcsolatokon túl az energiát is bevigyünk, és tanuljunk egymástól. Tehát erre ad lehetőséget, és remélem, hogy minél többen csatlakoznak majd, most már 2030-as célokhoz, 40%-os kibocsátást kerülés. Tehát ez egy tanulás, és egy EU klubba belépés. Köszönöm.